Mielőtt még megszületett, mennyi, de mennyi vers magot elpazaroltam, engedtem az arcomon túl, hiába fény lett a szó, aki a félmondatok izomgörcsben estek össze, mindig utána, soha közben, száradnak, porladnak körülöttem. A meg nem született versek naponta kísértenek. Az egyik napon ékesség nélküli világgal, a második napon a menny volt káprázat. A harmadikban egybegyűlt vizek, szárazföldek és maghozó füvek, a negyedikben napvilágol és fényjelek az éjszakából, az ötödikben madarak remesnek, fészket raknak, a hatodikban álom közti történetek és az ügyeletes kígyó sziszeg. A hetedik napon homályló arcot pihen. Az örök verstől soha nem készül el, de ami hiányzik, azt naponta hozzáképzelem, mert ez a vers is úgy született, hogy szavak lelke zsongó mindenek felett. Adventi dramulett. Anna leányom feketében, én is feketében, indultunk halottat látni. Édes bátyámat látni. Indultunk a Komáromba, Monostorra halottat látni, bátyám házához halottat látni. A vírus miatt Szentestére most nem jöhetett, a bátyám most nem akart jönni, nem jött hozzánk lakitelekre. Ezért csomagot küldtünk, kóstolót, karácsonyi beiglit, csomagot küldtünk Szentestére. A csomag megérkezett, de hiába csöngetnek, kiabálnak a redőny leeresztve, teli a postaláda, mondják a szomszédok, napok óta nem látták, a boltban sem látták. Az egyik szomszéd rá kell törni az ajtót,
Mondja a másik szomszéd, be kell törni az ablakot. Halottas ház ez, mondja a harmadik. A telefon hiába csörög. Mi a 44-es úton megyünk, fekete autóban megyünk. A rendőrjárőr is elindult Komáromból Monostorra, mi Lakitelekről megyünk Monostorra, az elnémult házba bátyjának látni. Mondják a telefonban, most jött ki a járőr, nagy lehet a baj, mondják. Újra mondják, készüljünk a legrosszabbra. Mi a fekete autóban sötétedünk a legrosszabbra. Közben a mobil kihangosítva, halljuk a csörömlődést. A rendőrjárőr betörte az ablakot, elő az egyik üvegtörik szúzódik a konyhakövön, aztán a másik tábla üvegtörik szúzódik a konyhakövön. Bemászik a rendőrjárőr, konyhában senki, mondja a rendőrjárőr. Ahogy belép a szobába, felkiált a rendőrjárőr. A bácsi a földön fekszik a bácsi. A bácsi a földön fekszik, a karját kicsit fölemeli, mintha köszönne, úgy emeli. Él a bácsi, él. Jó napot, suttogja a bácsi. Jó napot, mondja a járőr. Él a bácsi, él. Lajos bátyám, él. Örvendezünk Anna leányommal, és megállunk a nyárosi busz megállóban. A másik telefonon szólunk haza Lakitelekre, hogy él, Lajos bátyám, él. Aztán élő adásban a kihangosított mobilon halljuk, hogy mentő szirénázik. Később a doktornő nyugtat bennünket. Közel két napja fekszik, szinte mozdulatlan, étlen, szomjan, fájdalomban. Tudtánál van. Beszéde nem zavaros. Szőnyege megcsúszott, valószínű, hogy combnyaktörés, bordái is törhettek, repedtek. A fájdalom miatt mozdulni sem tudott. Majdnem kiszáradt. Még időben rátaláltak. Visszük a kórházba, műteni kell. Nyugodjanak meg, minden rendben lesz. A vírus miatt maguk a kórházba nem jöhetnek. Tilos a látogatás. Anna leány. Forduljunk most vissza. Készítsük, küldjük, ami szükséges, pizsama, papucs, borotva, mobiltelefon. Be kell üvegezni, kulcsot is kell másolni. Szenteste majd végasztalom, hívom a bátyámat telefonon. Mondom majd a bátyámnak, hogy advent idején, 79 évesen újra úgy születtél, hogy a rongyszőnyeggel megcsúsztál, mert félreléptél. Advent idején, 79 évesen. Újra így születtél. Ne mondj ilyeneket, feleli majd bátyám. Ne mondj olyanokat, hogy félreléptem, mert fáj az oldalam. Mozdul a lemezes protézis, most még fáj a nevetés is. Mi tulajdonképpen egy év vagy vagyunk, hogy egy évvel ezelőtt megkezdett beszélgetni, és folytatunk Nezsák Sándorral itt a könyvről, mert a Kecskeméti Könyvtárban is volt ennek a könyvét, mint a nyakor egy bemutatója. És itt két verset hallottunk, gyakorlatilag annélkül, hogy összebeszéltünk volna, annélkül azt a két témakört is kijelöli ez a két vers, amiről én Nezsák Sándort fogadni szeretném. Az egyik az legyen a vers. Ja, itt az önök verskedet ígyszerű verset hallottuk, én egy sort írtam ki ebből, a meg nem született versek naponta kísértenek. Most, miután április 4-e van, és egy héttel vagyunk a költészet napja előtt, József Attila születésnapja előtt, akkor adódik a kapcsolódó sor. Szükséges, hogy versírassék, mert különben meg görbülne a világ témát tengelye. Szükséges? Hát ezt egyrészt kérdezlek, mint költőt, mint egyszerű ember, másrészt egy
olyan embert, amilyennek magamat is gondolom, aki társadalmi jelenségeket figyel és vizsgál, hogy a társadalom számára mennyire szükséges, hogy versírassunk. Hát utána még ennek kapcsán lesz egy kérdésem, de akkor először ez szükséges, hogy versírassunk. A vers az, amit meg kell írni. A vers az, amit olvasni kell. Meg kell írni ebből. És én nem vizsgálom a társadalmi jelenségeket, tudok velem együtt élni, és van, amit meg tudok oldani családban, van, amit a közéletben, annak különféle területein, és nem tudok megoldani, feloldani, bennem az a vers, azt kell megírni. Ennyi. És hány vers kísér most? Hány vers kísér most? Hány vers ér benned a zsó, aminek meg kellene születni? Nem zsoltam ki ma éjszakon magamat, és egészen meghatódtam a bátyám történetét. Igen, láttam. Mert újra átéltem. Ez nem lehetett különben feloldani. Szer kellett írni, az egész olyan volt, mint egy középkori ballada bennem. Mentetek, és nem tudtátok, hogy mire mentek. Nem tudtam. Nem tudtátok, hogy mire mentek, hogy mire mentek. Nem tudtam. És hát most akkor csak a politika szólal meg, hogy tessék azt az okos senkőt beszélgetni oda a családba, ahol az kell. Ha bátyám nem ott van, akkor talán hamarabb egy segítség. Szóval én nem tudom vizsgálni a társadalmi jelenségeket. Azok vannak, bennem hatnak, mint másnál. Viszont van egy állandó, ösztönző, belső erő, hogy meg kell oldani. Most éppen Szamkról jövök, nagyon sokan voltak a képviselői fogadóra, mindegyik más-más történet, és elképesztő története. És ezeket én, úgy látszik, hogy a sors ezt mérte rám ki, hogy ennek kell volna. Sokszor úgy érzem magam, alulírom is, mint templomban mennek Szent Antalhoz, és imádkoznak neki, hát hogy segít, és úgy nézni kell, délután is, hogy hát ott tudok segíteni. Magamat hozom ilyen helyzetbe, és képviselőknek nem kötelező nincs tenni. Egyébként ott csinálják a fogadórát, és hallgassák végig az embereket. Nekem ez külön adottság, lehetőség, gyötrelem, gyönyörűség, hogy taníthattam 25 évig, és jártam a családokat, és láttad a történet. Olyan valóság ismeretet adott, hogy elképesztő. Ebbe próbálok eligazodni, ahol nem tudok, megbukok, abból lesz a vers. Vagy egy jelenés, vagy egy színdarab. Igen, azon majd átveszek a másik nagy témakörhöztet. De még itt maradnék azért, hogy azt kérem, mondjál számodra fontos költőket. Számodra fontos költőket mondjál, akikre odafigyelsz, esetleg a itt jelenlévők is odafigyelnek rájuk, vagy majd oda fognak rájuk figyelni. Én sokat tanultam költségtől, és a kevésbé ismert versekből. Mert mindegyikben volt valami olyan versmag, ami izgatott. Mert kevés költő van, akit nem tennék fel a könyves polcomra. Nyilván sokat jelentett Nagy László, vagy Tág István, aki azzal adta vissza ezt a figyelmet, hogy bemutatott az életeségben annak idején, vagy Buda Ferenc, vagy Csóvi Sándor, vagy Tamás Mennyiért,
például, de végre láthatatlan a sor, és nem csak a vers, a személyiség maga. Hát a kettőt én mindig összekötöttem, és együtt éltem, meg együtt élt bennem a személyiség, meg amit ő nem tudott megoldani, az a vers. Hát én is a verset, ugye az én sorsom is megadta, hogy a Sopirót költőt ismerhetek, gyakorlatilag szerkesztő vagyok, folyóirat szerkesztő is. Az akkor magyar irodalmat személyesen ismerhetem, tehát Utasi József versei és a személyisége elválaszthatatlan egymástól. Egy dedikációban ott van az a költői tehetség, ami a verseiben is ott van, Budafenész tér. Hogy szintén is mehetnénk valóban hosszú-hosszú sorokon keresztül, Kányán is hát egy Szilágyi Lomokosik, hát Kovács András Ferencét meg is. Egy nagyon, nem is olyan régen meghalt barátomat említsek. Tehát igen, akkor a vers az, amit olvasni kell. Ezt egyébként Kányádi mondta, és hát én azt szeretném, hogyha minél többen olvasnának, én még próbálok el a gyakorlat szerint élni. Most a másik nagy téma, amit érintettél, ezek a jelenések, dramolettek. Igazából a kecskeméti beszélgetésünk itt szakadt félbe, de ott folytatódott, amit a Szamki megbeszélésről már mondtál. Társadalmi jelenségek mutatkoztak meg ezekben a dramolettekben. Két szinten. Egyrészt a 20. századnak a történései teremtenek iszonyatos sok ellentmondást, és teremtettek iszonyatos sok ellentmondást, amiből párat kiragadsz. A másik, hogy ezek a jelenségek tulajdonképpen azért csak egy tendenciával kötnek össze, ami másképpen nem tudok mondani, mint a világ egyneműsítése, egyneműsítődése, homogenizálódása. Most azt kérném, hogy ezeknek a dramoletteknek a társadalmi magjáról, hátteréről beszélni. Mert ezek itt most konkrétak. A Szalkit azt a te politikusi lelkiismereted őrzi. Ezeknek a... Mit a lelkiismeretem? A Szalki történéseket, amiket most meg hallgattál, de ezeket a történéseket leírta. Tehát ezeket a dramolettekben megmutatkozó történelmi, társadalmi feszültségeket jellemezte. Azt kérem. Tehát egyrészt nem tudom igazán akár ezeket a jelenéseket, akár az új jelenéseket, amiket elmúlt hónapokban éltem, nem tudom kötni se a politikához, semmihez. Ezek ennem voltak, vannak, lesznek még remélem évtizedek óta. Mondok egy példát, forrásban jelent meg a humanizmus. Még a 70-es évek közepén Buda Ferenc írt hozzá először. Az is egy jelenés volt. Nem tudtam mit kezdeni Ceausescu diktatúrájában. Nehéz helyzeteket éltem meg ott kint, és ezt próbáltam megírni. Hogy lehetne ezt megírni? Akkor Pithecanthropus, az egy ősember neve, Pithecanthropus volt bennem a jelenés, hogy miért jöttek le a majom emberek a fára. És ez egy jelenés volt bennem, azért jöttek le, mert a diktátor, a vezetőjük, a Pithecanthropus főembere, az rászokott a bódító bogyókra. És egyszer leesett, úgy összetölte magát, nem tudott visszamászni. Ezért lekényszerített mindenkit.
mert olyan erős hatalma volt, és azóta járunk a Földön. És próbáltam olyan motívumokat is belevinni, hogy áthelyezzünk együtt, hogy ez tulajdonképpen Rókamánia, vagyis Romániáról szól. Ez is egy jelenés. Ami mögött nem az van, hogy most én nem tudom, egy történelmi helyzetben próbálok valami tisztább képet adni egy adott, hanem ezek bennem élnek. Bennem élnek, és nyilván nem fogom félegyházán március 15-én ezt elmondani, mert egyszer azt mondják, hogy egy őrült. Mert a lehetőség, hogy megírjam. És ilyen érdekes van. Így jelennek meg ezek a jelenések, mert valóban, hát ami Bugacon történt velem, 2090-es évek végén, akkori polgármester, csitári polgármester kivitt egy dobra, dobhoz, itt temető volt valamikor, és aki velünk volt még két ember, az egyik mondja, hát képviselő úr, különös dolog történt. Na, mi történt? Kirendelték az apámékat, meg engem is, 10-12 éves voltam, hogy Trógliban, a Hort szerkesztett Hort ágyon, hordjuk kifele a csontokat, szét kellett kapával, ásóval szedni a sírokat, és utalapba jöttünk ki. És amikor egyszer jemelek ki egy csontot, az a fiam, az a nagyapám csontja. Hónapokig nem tudtam magam túltenni ezen a helyzeten. Ez hát benne van a újratemetés előtt. Újratemetés előtt, igen. És a többi is. A többi is az az ember, aki tehát Rában nem téged visszament, amikor már lehetett, a házát elvették, onnan elüldözték, és valahol otományi munkatáborba vitték őket. Meséli nekem egy ilyen ünnepséget. Oda sokkal azt mondja, vissza fogják adni a házamat, képviselő. Mi történt? És kell mondja, hogy fölpakolták őket egy autóra, aztán elvitték. Elhozták ide a Hortobágyra, sőt a Birkai stábóban laktak, és elvették a házát. És azt mondja, visszamentem, amikor már lehetett. És miért ment vissza? Kérdezett. Hát, hogy nézzem, megnézzem. És mit csinált? Aztán leültem az ágyparton, azt néztem a házunkat. És akkor jött egy rendőr. Erről szól az a történet. Szóval, és ezek olyan élmények, amelyek úgy megfogtak, hogy nem akkor tettem túl magam, amennyire lehetett a történeten, amikor megírtam, hogy most már megvan. Legalább ennyivel tartozom. És a többi is, ő az újabb is. Igen, ez az új, ha új, akkor azt kérem, hogy erről beszélj a Silent Falu-ról. A Silent Falu látomásáról, két kórus, egyébként itt ezekben a darabokban mindig két kórus ötvözik egymással, hogy egyrészt jönnek az együtt építők, azt hiszem, és az utalap az egyébként kedvenc kifejezésed, mert többször visszatér, megy az utalap, jönnek az útépítők, és van egy csapat, amelyik összeáll, amelyik az emlékekből, a hangokból, a bőti szelek hangjából mondjuk, vagy a ajtócsikorbásnak a hangjából rakja össze az emlékezetet. és az a két erő ütközik egymással. Tehát akkor ennek a látomásnak mondjuk így, ennek a társadalmi alapjairól, de csak használom ezt a kifejezést. Azt kell, hogy erről beszélj. A te folyóiratod a kecskeméti forrás a 70-es, 80-as években, de a 2000-es évek elején adott helyet a nomád nemzedéknek. Ez
kifejezésével, a Mádnapló is máshol ír erről. Nem volt más, mint a 56-os forradalom után eszmélő 60-as évek végén az a nomád életmód, hogy helyét keresi. És döbben rá, hogy itt az országban mi történt, mi nem történt, mit tanultunk, mit nem tanultunk meg. Aztán, aki tudott, kijutott Erdélybe, Felvidékre, és itt van, és fedezte föl. Ez a helyét kereső nomád nemzedék. És valójában most egy új nomád nemzedék van születőben. És ezt tapasztalom a választókerületemben is. Azok, akik a városból kimennek falvakba, tanyára, kevés van még, többnyire meg is mosolgják őket, nem értenek semmit, pedig egyre többen szakmunkásképzőben, mezőgazdasági iskolában, egyébként a Gödöllői Egyetemen tanulta meg, és készült föl arra, hogy helyét keresi el a városból, mit keresek én a Csepeli 15-es panelben, és valahol talál helyet magának. És ezek a helyüket kereső, letelepedő, egyre több a választókerületemben, nagyon nagy élmény számomra ezek a találkozások, beszélgetések. Ezekben ott van az a tudat, hogyha nem lakjuk be az országot, akkor belakják mások. Erről szól a migráció. Fenyegető veszedelem. Fenyegető. Tehát minden nézetméternek kell, hogy gazdája legyen itt a Kárpát-medencében. Sokszor Erdélyben járok, vagy Felvidéken, Délvidéken, akkor bennem van, hogy az a rossz érzés, hogy elvették. Ezt elvették tőlük. Egyéb erősebb bennem az is, hogy akár most Bugacon jöttünk el, ez viszont megmaradt. Ez viszont, ezt nem vették el. Akkor ezt nekünk művelni kell. Nagyon jó az a mondat, nagyon szeretem, hogy szeressük vissza Magyarországot. Szeressük vissza. Ebben élet stílus van. Szeressük vissza. És ez a nomád nemzedék szereplője, két házas pár, a Szellemfalunak, és Szellemfalu az a román kicsélet. Gondolkozó, belült, olpat, tető, segéd, vályok, magadványok, elvadult kertek, és két fiatal pár, aki házasságot akarnak, azok fedezik föl, és meg akarják hódítani. Meg rájönnek arra, hogy itt sötét honosz erők is mozdulnak, hogy az érdeklődőket elvadítsák, mert ő nekik meg az az érdekük, hogy minél olcsó legyen az a település, egybe akarják megvásárolni, van ilyen egyébként. Fölvásárolni, eldózárolni, és ott van az értékes föld, alatt a gyógyvíz, és tulajdonképpen megvan már, akik jelentkeznek onnan 5000-10000 kilométerre. Tehát erről szól Szellemfalu. És ennek a történetnek az, amit egy román újságban találtam, aztán magyarra is lefordították, valahol Ó-Romániában egy 3000 lelkes településen a tanító nem kaptak olyan támogatást a hivataltól, hogy szemléltető eszközök legyen pénz, ezért maga készítette a szemléltető eszközöket. Egyet viszont nem tudott elkészíteni, az egy csontváz volt. Pedig nagyon kell egy csontváz, hogy meg tudja ismertetni a diákokkal, az emberi testet.
és annyira fölbosszantotta, hogy 50 évig tanított, és nem kapott ilyen lehetőséget, végrendeletében, és ez megtörtént, amit mondok, végrendeletében fölajánlott a saját csontbázát az iskolai személyvető eszköztárban. És így is történt. Kifőzték, elnézést a kifejezését, és évtizedekig szolgálta az emberi csontváza, tanítónak a csontváza a diákokat. Amikor rájöttek, és a felsőbb hatóság aztán dühösebb, tiltották le, hogy hát ez betegséget terjeszt, meg kinek több nem műanyagból van. Tulajdonképpen ez az alapja. Most írtam meg az első részét ennek a tanítónak is az életét, egy döbbenetes feladat. Ennek kapcsán kérdezem azt, hát én is ismerek, akik kértek városból, kisebb városba hozódnak ki. Az emlékezetet, az emlékezetet meg tudják-e teremteni? Tehát tudnak-e a táj történelméhez kapcsolódni? Ugyanis a mai világnak talán a egyik legfontosabb jellemzője a történetiség elvesztése. Ahogy halljuk, ugye örök jelenben élünk, mi talán nem annyira, mert hát a szakmánk is az, hogy állandóan történelemmel, irodalom történettel foglalkozunk, de hát a felnőtt gyerekeink a napi rohanásban, gyermeknevelésben, tehát tudnak-e emlékezetet teremteni? Tudnak-e viszonyulni a történelemhez? Ez a valódi kérdés. Vissza kell hódítani, amit lehet, és én gondolom, hogy jóval többet lehet visszahódítani, mint amennyit feltételezünk. Mondjuk el példát, annak idején Szegényi Leventével jöttem az Attila Isten karját, Rukko Pegát, és hát eléggé belemélyedtem ebbe a világba, és most nézzék meg a Demokrata folyóiratban 6-8 tanulmány a hunokról, Attiláról, és azok a feltedezésekről, amit már nem, amik tudósok bizonyítják a hunokkal való kapcsolatunkat például, amit annak idején a folyásban egyébként engem bíráltak is keményen, nem felejtem el, nagyon rossz neveket, elfelejtettem a nevét, majd látom, hogy nem, de eljött, úgy látszik, a hunok felfedezésének korszaka. Ehhez viszont kellettek azok az eszközök, gépek, vizsgálatok, amelyek már adnak valamiféle lehetőséget tudományos vizsgálatra. De nem azt mondom, hogy na hát ezzel minden rendben van. Azt mondom, hogy semmit nem szabad. Én László Gyula hívő vagyok továbbra is, és azok az ösztönös, tudatos mondatok, amiket tőlem még a 60-as, 70-es, 60-as, 70-es években kaptam, az bizonyítja azt, hogy igenis, akár a közelmúlt történései, akár ezer évvel ezelőtt lányom nem életünk egész, ugye? És hát a régészetben is olyan csodák jönnek elő, elképesztő. Ha erre a pontra eljutunk, mert eljutottunk Kecskeméten is, akkor hát két nevet elő kell hoznom. Egyik Kányádi Sándor Imosár másodszor, a Nai Bárkája című versét, amiben azt mondja, hogy minden szabad, minden tájszót be kell gyűjteni, mindent össze kell gyűjteni, de ha nem költőt idéz, nem költőre gondolok, akkor Szabó T. Attilára, aki gyakorlatilag ezt megtette, amit Kányádi mondott az erdélyi magyar szótörténeti tárral. És egy írót mondok mindig ilyenkor, kettőnknek talán a közös nevezője Németh László. Kapások című utópiája. Erről, ha tudom, te is szereted ezt az írást, hogy és kicsit azért a Szellemfalu legyűrésével dolgozok, de ott érzem az indítatását,
hogy erről mondanál pár szót. Német Lászlótól több olyan élményem van, ami mikor a kiteleke kerültem véletlenül, akkor volt a bőrönömben. Érdekes, megesvétek kötet volt, egyben az olvastam, egy Német László. És Német László milyen iskola? Ahol a tanítási módszerek. Vásárhely. Iskola Kakaskó. És Kakaskó tanulnál egy utóban. Igen, az is van. Kakaskó tanulás olyan hatással volt rám, hogy én üvöltem iskolába járni. Minden szeptember első napjában már húztam a strigulákat, hogy hány napot kell még szenvednem az iskolának általános, akár középiskolában. Aztán annyira, hogy még nem engedett az iskola, de ez Német Lászlónak, hogy köszönhetőnek egy magyar tanárnak, az iskola Kakaskúton. Szóval Német László egy kimeríthetetlen kincsestár, a könyveiből is érzékelni ezt, nem akár mennyire tiltakozol is, de fantasztikus az életműve, Német László életműve. Azért hogy mondjam ezt? Igen, hát én most pontszeresen újra olvasom a sajpódi korszakot. Sajpódi korszakot. Akkor ennek kapcsán azért emlékekről. Hát ősszel elmentünk a Egemmel Fülendre egy kiállítást megnézni, és átmentünk Sosorodra. És hát emlékeztem, 2001-ben elhelyezett a Németrászló Társaság egy emléktáblát. Ott volt az emléktábla, kerítésnél, és magas kerítés volt, lefényképeztem az emléktáblát, a feleségemet megkértem emléktáblát, lefényképezzem le, és mondom, na és akkor benézzük a házra, ami 2001-ben már másoké volt. És benéztük a telekre, és a telek teljesen üres volt. Így tüntették el a kisházat és a nagyházat, és egy hatalmas gödör állt, ott alakították ki a pincét. Tehát a sajpódi ház, ahol az irgalomírót ott sok minden, az egyszerűen eltűnt a levegőben. Ez kicsit még ide is találkozik. Félelmes érzés volt. Tehát ott az a lényeg, hogy valóban azt tapasztalom, egyébként azért értem hozzá vissza, mert engem a sajpódi korszakkal rántott be, és ugye csináltam sok mindent, és akkor azt mondtam, hogy most azt a periódust újra olvasom. És kicsit már másképpen nyilván, mint gyerekként. És tényleg annyira összetett, hogy egyszerűen azt mondom, hogy az, amit tett, az, amit írt, egy látókörben nem fogható be. Megírni meg tudta valahogy, hogy nem tudom, de összelátni pillanatnyilag nagyon nehéz. Elnézést, minden zárójelben volt. Tehát a könyvnél ott tartottunk, hogy jelenések, versek és jelenések. A jelenlévőknek mondom, hogyha eddig nem lett volna nyilvánvaló, hogy történelmi társadalmi problémákkal szembesülnek akkor, amikor ezeket a dragoletteket olvassák, itt a Felvidékkel kapcsolatos, a Dráva mentével kapcsolatos, hát az egész országgal kapcsolatos a Szellemfalu jelenség, aztán az öregek élete, amikor a tévé és a valóság átfolyik egymásba, amikor két ilyen írás is van benne. Tehát azt hiszem, hogy ezért érdemes olvasni, ezért a szembesülését, és akkor pedig azért, hogy utána mindenkinek legyen állásfoglalása ennek kapcsán. Én most arra kérnélek, még itt két verset hallottunk, de van még egy vers, ilyen ez a tél. Ez nem hangzott el, ez pár strófa, azt kérem, hogy az est emelészének az állásaként ezt olvast fel. Ilyen ez a tél. Kezdődő vers. Ez
nagyon szélen ment ott a nyához, hazafelé, és mutatozó övégasszony a tanyáról jön, a faluban megy. A vászparackot szánkon húzza, a friss hómák behavazta, ilyen ez a tél, ilyen ez a tél. Három réteg ruha rajta, alig látszik ki az arca, lassan mendegél, lassan mendegél. Jó volna most köszönhetni, de az úton nem jár senki, beszél magában, beszél magában. Ezt a havat álmodhattam, ült az urán, magos hóban, messzi országban, messzi országban. Azt mondta, hogy várjam reggel, ha nem reggel, jó ebéddel, hiába vártam, hiába vártam. Én a kúthoz öregedtem, csak a párnát ölelgettem. Ilyen ez a tél, lassan mendegél, ilyen ez a tél. És ez egy kis néni, nem mondom a nevét, aki telekiek, aztán 89-90-ben korábban körbe szántották a tanyáját, hogy meneküljön, mert nem ment el, aztán a fia is ott hagyta, egyedül maradt. Aztán sikerült 91-re, hogy utat végtettek oda. Aztán sikerült, hogy a fiát sikerült hazacsalnunk, mert hogy nem neked. Újra gazdálkodni kezdtek, visszakaptak sok mindent, amit lehetett. Aztán 94-ben elveszítettük a választást. Én iszonyú fáradtam. Valamikor hatunk a tájban, reggel értem haza a választási legeség nyakamban. És akkor látom, hogy jön. Kiabál messziből. Győztünk, győztünk, tanárul győztünk, győztünk. Jézusom, ez mind győzött. És oda jött, mondom, de miért örül ennek? De nem. A szocialisták győztek. Igen, azt mondja, mert nem adták vissza a mucit. Micsoda? A lovamat, a mucit, azt nem adták vissza. Majdnem összeg is. Köszönöm szépen. Az este nem zárjuk le, hogy tudom, mert itt most mindenféle sorsolások. Azért várjunk egy kétsorossal, jó? Tessék? Egy kétsorossal. Tessék. Négysorossal. Mégpedig azzal, hogy önnek is sokan, akik emlékeznek, amikor a titkosszolgálatok figyeltek 90-ig, és mindig figyelmeztettek, hogy vigyázzak a levelekre, mert vagy fölbontják, meg átvilágítják, és akkor értem ezt. Nem tudom miért, ez jutott most eszembe. Fölöttem a csillagos ég, mint egy átvilágított boríték. Tudás fog rólam, ennyit ér, nem sokkal több a semminél. Köszönöm szépen! Amelynek mai részeseiveit lehettük, megismerhettük a kötet verseinek és a jelenések születésének a körülményeit, és a kapcsolódási pontot is, hiszen a forrás közlekeztője Füzi László, elnökről volt eltekintetlen és közös téma. És köszönjük szépen a történeteket, amelyeket hallhattunk.
verset azért választottam, mert pozitív volt a kicsengésed, és akkor nagyon elérzékelünk. Örülünk, hogy ma is van közöttünk. Elnök úr, ma már a tartogatott még egy meglepetést, itt sokunk számára, mindannyian húztak egy sorszámot. Korábban megjelent köteteikből lehet megnyerni. A másik példánya a kis kosárban van Szőlőkénél a számoknak. Tomás vendég, kérem, hogy hozza ki a sorszámot, és kifárad, akinél van az a sorszám, és majd átadjuk a Köszönöm, kapnak egy szívek, mint szakfelügyelő. Köszönöm szépen.
egyes. Sorsz szerint.